Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A MASZ ellen játszanak szombaton Budapesten a Kékcápák. A megyei első osztály rangadóján a Nagyhalász 1-0 nyert Ibrányban. A volt válogatott kapus Szuper Levente tartott toborzót Nyíregyházán. A fővárosi vízművek otthonában győzött 5-3-ra az NTK. Országos program keretében tesztelték a megyebeli fiatal kéziseket. Ismét megrendezik az Eiszman Kupa teremlabdarúgó tornát. Rangadót játszik szombaton Budapesten a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a MASZ otthonában lépnek pályára. Régmúltra tekint vissza az a küzdelem, amit a két csapat már folytatott egymással. Több-kevesebb sikerrel egyik-másik oldalról. Szerintem mind a ketten úgy emlékszünk, vagy mind a két csapat úgy emlékszik vissza, hogy örültünk azoknak a mérkőzéseknek, amikor egymás ellen játszhattunk. Néha a Nyíregyháza, néha a MASZ került ki ebből győztesen. Remélem, hogy most mi leszünk azok a csapat, vagy azok a játékosok, akik örömmel hagyják el a pályát. A MASZ-ban játszik egy nyíregyházi játékos is most, Nagy Krisztián, aki ugye évekig meghatározó ember volt itt. Mire lehet számítani, volt két hetetek arra, hogy rákészüljetek erre a meccsre? Igaz, nem csak edzetetek, hanem azért válogatottnál voltak a 18-as játékosok, hárman is más meccsek voltak. Elsőként Nagy Krisztiánról beszélnék, én nagyon sajnálom, hogy ő elment tőlünk. Örültem volna annak, hogyha ő itt marad Nyíregyházán, és nem csak játékosként segíti a csapatunkat, hanem előutóbb bekapcsolódik az edzői munkába, és itt lett volna közöttünk, de sajnos ő úgy döntött, hogy elmegy Nyíregyházáról. Budapestre költözött, és annak viszont mindenképpen örülök, hogy nem hagyta abba a kosárlabdát, és továbbra is folytatja a játékos pályafutását. Természetesen annak is örülnék, hogyha ennek a játékos pályafutásnak nem szombaton lenne a csúcsa, és nem az ellenünk sikerülne neki nagyon jó játékot nyújtani. Bár tőlem játszhat jól, csak a mérkőzést mindjárt meg a végén, de a lényeg, hogy Krisztián mindig sportszerű volt, és egy barátunk fog játszani a MAV színeiben így, de sok sikert kívánva neki, én annak örülnék, hogyha természetesen a mi csapatunk tudna győzni. A felkészülésünk az valóban egy picit zaklatott ebben az időszakban, bár nagyon örülünk annak, hogy három játékosunk is részt vesz az U20-as válogatott felkészülésében, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen megtiszteltetés számunkra, és nagyon nagy eredmény az, hogy három játékos is ott tud lenni ezen a néhány napos edzéssorozaton. Tehát a felkészülésünk így közeledve az ünnepekhez egy picit azért is zaklatott, mert a Continental Arena műsora is, vagy elfoglaltsága is egyre fokozottabb, és más helyeken kell edzenünk, kicsit másképp kell szervezni az edzésprogramot, de úgy gondolom, hogy azért meg tudjuk oldani, hogy megfelelőképpen felkészülhessünk erre a B-csoportos csúcsrangadóra. Egy rangadót már játszottatok, Oroszlányban vesztett a csapat, most következik egy másik rangadónak számító meccs a MASZ otthonában. Milyen mérkőzése számítasz? Úgy gondolom, hogy az első meccsünk azért az Oroszlány ellen ugyebár nehéz volt. Egy jó csapat, és az első meccsek között volt ugyebár. Most a MASZ ellen én úgy érzem, hogy azért jobb formában vagyunk, már a csapat is nagyjából összeállt, úgyhogy mindenféleképp bizonyítanunk kell, hogy komoly csapatok ellen is tudunk fontos győzelmet aratni, és alapjából egy jó mérkőzés lesz, hiszen a tavalyi csapattársunk Nagy Krisztián is ott játszik. Te milyen formában érzed magad az utóbbi meccseken? Nagyon pont erősen játszottál. Jó formában érzem magam. A lábujjam annyi, hogy volt egy kisebb sérülés, az annyira nem százas, de szerintem nem lesz akadály, és én is megpróbálok 100%-os teljesítmény nyújtani majd. Vendégsikerrel zárult a labdarúgó megyei első osztály őszi zárófordulójának rangadója, a Nagyhalász 1-0-ra győzött Ibrányban. A Nagyhalász így a tabella élére ugrott, 2 ponttal megelőzve az Ibrányt. Azon múlott az egész, hogy azok az emberek, akik ezt a futballt igazán tudják játszani, különösen a támadó harmadba, azok nem játszottak ma. Nem hiszem, hogy valamelyik csapat életében előfordul az, hogy egy szezon végére ilyen fontos meccsen 7 ember nem tud játszani. A múlt héten egy 16 éves gyereket kellett beállítani, most
sérülten Nagy Dávidot, amint megszerezték a gólt a Halásziak. És azt hiszem, hogy az is példátlan, hogy 24 óra elteltével két játékosnak eltörik a lába, egynek elszakad a szallagja. Én azon csodálkozom, hogy egyáltalán még az 15. fordulóban versenyben voltunk az első helyért. Most, hogy másodikok vagyunk, ez számunkra, legalábbis én szerintem ez egy óriási eredmény. Tavaszra föl fognak épülni ezek a játékosok, ki fogunk egyenesedni, és megint versenyben leszünk a bajnoki címért. Akkor gondolom, most annyira nem is bánod, hogy következik a szünet. Nem, természetesen. Én nyugodt vagyok, erőn felül teljesítettünk. Ma nálunk volt probléma, legközelebb valami másik csapatnál lesz. Ezt mindenkinek túl kell élni. Én úgy gondolom, hogy mi jól éltük túl, mert fönt vagyunk a dobogón második helyen. Az első helyezett nem vezet 10 ponttal, 2 pontot be lehet hozni, tehát én abszolút nem vagyok elkeseredve, és én a srácoknak inkább gratulálok, hogy idáig eljutottunk. Gondolom minden győzelemét, egy az a mai minden bizonyal különösen édes lehetett. Igen, készültünk rá, ugye tudtuk, hogy rangadó jön, erre mindig különösen készülünk, de nem volt ez különösebben más nekünk srácoknak. Mi szeretnénk minden meccset megnyerni, az, hogy mi lesz az eredmény, aztán utána majd meccs után megtudjuk. Ezen a meccsen mi döntött a Nagy Halász javára? Igazából mind a két csapaton látszott, hogy idény vége van. Fáradt volt mind a két csapat, főleg az első fél időben. Talán egy helyzet, egy szerencsésen eltalált lövés, de még egyszer mondom, se futballba, se erőnlétbe nem voltunk jobbak ellenfelünknél. Hál' Istennek mi találtuk ezt a szerencsés gólt, és ezzel az ére tudtunk ugrani. Gondoltátok a szezon kezdeteke, hogy ilyen ősze lesz a Nagy Halásznak? Azzal, hogy egyben tartottuk a brigádot, egy kicsi megnyugvást okoztunk ezzel a játékosoknak, és a szezon nem úgy kezdődött, ahogy kellett, de hamar belerázottak, és őszintén szólva nem gondoltam volna. Én úgy mindig ötbe várnám ezt a csapatot. Az, hogy most elsők vagyunk, az nem csak nekünk, hanem a többi csapatnak az eredménye is kellett hozzá. Ez a mostani őszi elsőség átéri esetleg a terveket, a célokat? Abszolút nem. Én szerintem a mi klubunk nem gondolkozik feljebb. Mi próbálunk minden meccset megnyerni, de ha mégis, én úgy gondolom, készen áll ez a csapat egy MB3-ra, de ahhoz nem csak a játékosok kellenek, ahhoz kellenek majd a vezetők is, hogy összejöjjük, megbeszéljük. De nincs erről szó Halászon, én még egyszer kimondom. Mi ebbe az osztályba szeretnénk nagyon hosszú távon az élmezőnyhöz tartozni inkább. Meddig maradtok edzésben, mi lesz a következő napok programja? Teljes szabadságra engedtem a brigádot. Nyilván ők különböző kis pályás csapatokban fociznak, mozognak, tehát ebből a szempontból én sérülésmentest pihenést kívánok nekik, de edzést már nem. Eléget küzdöttek, hajtottak, edzettek a bajnokságba, úgyhogy tölthetik a megérdemelt pihenőjüket. A volt válogatott kapus Szuper Levente és a szövetség szakmai alelnöke Kovács Zoltán tartott élménybeszámolóval egybekötött toborzót Nyíregyházán. Az országos rósó célja az, hogy minél több gyerekkel megkedveltessék a jégkorongot. Egy kis gyereket mivel lehet megfogni? Játékkal, mosollyal, ajándékokkal, és hát egy nagyon speciális közeggel. Tehát ugye a jégkorong sport önmagában is egy nagyon speciális sportág, már csak azért is, mert jégen játszuk, és csúszik, és vicces, és el lehet esni, nagyokat lehet esni, nagyokat lehet csúszni, anélkül, hogy megütnénk magunkat, mert ugye védőfelszerelés van rajtunk. És hát gyakorlatilag ugye a felszerelés is nagyon különleges, tehát engem is, amikor elkezdtem játszani, a különleges védőfelszerelések és annak kinézete fogott meg, tehát abszolút egy jó programot szoktuk a gyerekeknek adni. Mennyire ők a fiatalok a hokira? Én úgy gondolom, hogy nagyon, tehát a szövetségben is azzal küzdünk, hogy utolérjük magunkat, tehát jelen pillanatban az arányok eltolódnak afelé, hogy sokkal több gyerek szeretne jégkorongozni, mint amennyi felülettel rendelkezünk az országban. Erre indult be most egy pályaépítési projekt az MES-nél, és hát igyekszünk utolérni magunkat, hogy tényleg a sportág mindenki számára elérhető legyen.
mennyi idő kell ahhoz egy gyereknek, hogy az első csetlőbotó lépésektől eljusson, addig, hogy sikerélménye van ütővel a kezében? Ez egy nehéz kérdés, mert először a sikert az definiálnunk kéne, de én úgy gondolom, hogy az a siker egy gyerek életében, hogyha jól érzi magát abban, amit csinál, hogyha örömmel megy edzésre, ha örömmel megy a mérkőzésekre, hogyha jól érzi magát a közösségben, amihez tartozik. Én úgy gondolom, hogy a jégkorong sportág egy kifejezetten jó közeg, egy jó közösség. Ugye mindig is az volt a felnőtt válogatottból kiindulva, mindig tartottuk ezt a családias hangulatot. Nyilván növekszünk, és sokszor nehéz ezt tartani, de úgy gondolom, hogy a közeg tele van szeretettel, és tényleg egy különleges mozgásfajtát tudunk adni a gyerekeknek. A kapus poszt a hokiban is speciális, mivel lehet a gyerekeket meggyőzni arról, hogy álljanak be a kapuba, hiszen gólt ütni, gólt szerezni mindenki jobban szeret, mint esetleg védeni. Ezt megcáfolom, mert én jobban szeretek védeni például. De ahogy említettem, tehát már csak össze kell hasonlítani a játékos felszerelést a kapuséval, és hát általában a kisgyerekek tátott szájjal szoktak állni inkább a kapus felszerelés előtt, ugye az óriási lábszárvédők, a kesztyűk, a gyönyörű sisakok, tehát ezek mind egyedi dolgok, és hát a kapus ugye központi szerepet tölt be, tehát az is egy speciális dolog, hogy abból csak kettő van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy talán a legvonzóbb pozíció a sportban a kapusé. Az ilyen rendezvények mellett meg ugye látunk szakkommentátorként a tévében, mi az, amivel a mindennapidat töltöd? Elsősorban férj vagyok, és két gyerekes családapa, és hát a Vasasnál a jégkorong szakosztályt vezetem, egészen a piciktől, a legkisebbektől a felnőttekig. Ugye, ahogy említetted, a tévében kommentálkodom, valamint ugye járjuk az országot a Gyere Hokizni programmal. Ez a néhány dolog azért igen csak rendesen kiteszi az életemet. Sok sportág nagyon nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy növelje az utánpótlás bázisát. A jégkorongnak vagy ilyen gondja, vagy pedig inkább a jégföldet kell biztosítani a jelenkező gyerekek számára? Talán inkább az utóbbi. Rengeteg gyerek érdeklődik a jégkorong iránt, nagyon népszerű a sportág. A pályák száma még mindig kevés. Most már 22 fedett pálya működik az országban, de még mindig kevés, és ott is, ahol van pálya, lásd Debrecenben már két pályát kellett nyitni, Miskolcon is már két pálya üzem, és még ez is nehezen bírja el a tömegigényt. A válogatott sikerein túl minek köszönhető a sportág népszerűsége? Azonban a sportágunk szerencsére egy ilyen 21. századi sport, gyors, dinamikus, talán annyi hátránya, hogy a tévén a korongot kicsit nehéz követni, de szerintem minden benne van, ami most ebben a kirobban a 21. században benne van. A gyerekeknek általában a szülők választanak sportágat. Mi az, amiért a szülők, mi a tapasztalata a hoki mellett teszik le a voksukat? Köszönhetően a TAOS programnak, a támogatási programnak tulajdonképpen 10%-ért meg tudják venni a gyerekek a felszerelést, hiszen a 90% jöhet a egyesületi támogatásból, és ez azt jelenti, hogy már nem számít drága sportágnak, hiszen ha a korcsiárnak csak a 10%-at kell kifizetni, vagy a fejvédőnek, akkor ez már egy szerényebb fizetésű családfőnek is megengedhető, hogy vegyen a gyerekének ilyet. Ráadásul a Jégkorong Szövetség is támogatja a klubokat, tehát kezdő felszereléseket adunk minden helyszínen. Tehát akik elkezdik a hokit, azok általában az egyesületben megkapják ingyen a felszerelést. És azért azt tudni kell, hogy a jégkorong 18 éves korig szinte nulla sérülés van, hiszen minden porcikájuk védett a játékosoknak, nyakvédő, fejvédő, arcvédő és a többi. Tehát igazából attól se kell aggódni, hogy sérüléseket szenvednek el a gyerekek. A kirakat, mint minden sportágban a válogatott. Hogy néz ki a magyar jégkorong válogatott szezonbeli programja? Most játszottak egy 4 nemzet tornát a Tüskecsarnokban, decemberben Norvégiába utaznak egy szintén egy 4 nemzet tornára, februárban Szlovéniában lesz újból egy 4 nemzet torna, utána áprilisban egy komoly program lesz, hiszen jön a svéd válogatott Magyarországra, játszunk az osztrákokkal, Nagy-Britániába utazik a válogatott, és május elején pedig Kazasztánba, Asztanába, Kazasztán fővárosába játszik a világbajnokságon, egy borzasztó nehéz csoportba, ahol azt gondolom, hogy nagyon tisztességes helytállást várunk tőlük. Újabb idegenbeli mérkőzés nyert meg a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a fővárosi Vízünek otthonában győzött 5-3-ra. Egy nehéz mérkőzésre számítottunk, bár abszolút mi voltunk a favoritjai ennek a párharcnak, de a tét az mindenképpen a mi válunkat nyomta.
a végén a két csapat köszöntőjénél el is mondták a vízműves vezetők, hogy igencsak jó fát sikerült nekik hazai pályán produkálni, ezzel több meccset megnyertek volna, pont a ellenünk lévő aznapi meccset nem. Ez is jelzi azt, hogy a vízművek mennyire felkészült, és majdnem azt lehet mondani, hogy mindent egy lapra feltéve küzdött, és borzasztó nehéz volt nekünk, mert a Fehér Béla nem játszott, ugyanis sérült volt már a szanki mérkőzés után is érezhető volt, illetve több mérkőzés sérülten játszott le, és hogyha hozzáteszünk, hogy a legutóbbi Szegvár elleni idegen mérkőzésen 30-nál végleg le kellett cserélni, akkor már előrevetítette azt, hogy neki hosszabb pihenőre van szüksége, de majd a mostani hétvégére mindenképpen, mivel egy nagyon fontos rangadó vár majd ránk, a Villati Eger csapata látogat ide Nyíregyházára, így mindenképpen ő is majd dobóállásba szeretne lépni, és bízunk benne, hogy a legjobb összetételben egy nagyon szoros mérkőzésen hazai siker fog születni. A Vártnál talán picit szorosabb a tabella, számítottatok erre a bajnokság kezdetekor? Hát vannak körbeverések, tehát az látszik, hogy több csapat is képes botlani egy gyengébb ellenféllel szemben is, tehát eléggé kiegyenlített tud lenni a mezőny, főleg a hazai pályákat tudják jól kihasználni egyes csapatok. Végül is a tabellára nézve pont azonossággal állunk a Villati Egerrel együtt, egy mérkőzéssel csupán vagyunk lemaradva, még azt majd pótolni fogjuk a Bátony terénye ellen két hét múlva a hazai pályán. Amennyiben ezt a két mérkőzést sikerül diadallal zárnunk, akkor mondhatjuk azt, hogy a tabella legtetején tudunk majd telelni, egy kicsit kevesebb pontelőnnyel, mint azt reméltük a bajnokság elején, de a legfontosabb az, hogy helyére kerüljön a Nyíregyházi Tekeklub, és onnantól kezdve végigvezesse a tabellát majd a bajnokság legvégéig, bár az még borzasztó messze van. 585 fával te voltál a mezőny legeredményesebb játékosa. Mennyire nehéz a vízműnek pálya, mennyire számít jónak ez az eredmény, mennyire vártad már ezt? Ezt az eredményt már régóta várta a csapat tőlem is. Egy nem várt vereség után érkeztünk erre a párharcra, egy nem kimondottan könnyű pályára. A budapesti vízművek csapata ellen egész héten nagy elánnal készültünk. Tisztában voltunk azzal, hogy ezen nagyon sok múlik, ezen a mérkőzésen, és mindenki ezzel az elánnal készült a mérkőzésre, és azt mondom, hogy nagyon nagy szerencsénk volt a végén. Végig kontrollat tartottuk a mérkőzést, de végeredményben győzni tudtunk, és ez a legfontosabb. Kimondottan azzal a céllal vágtad, hogy neki a szezonnak, hogy azonnal visszajusson a csapat, becsúszott már három vereség. Mennyire kiengyenlített a mezőny, és jelente valamilyen nyomást az, hogy azért minden meccsen ott a győzelmi kényszer? Bizonyám jelent nyomást. Legfőképpen a tavalyi szezon után tudjuk, hogy mit jelent az, hogy győzelmi kényszer. Sajnos becsúszott három vereség, de továbbra is úgy gondolom, hogy az előttünk lévő két hazai mérkőzést meg kell nyernünk. A tabella vezető csapata érkezik hétvégén hozzánk az Eger személyében. Szerintem győzni fogunk. Ebben az évben Nyíregyháza adott otthont az országos takarékkupa tekeversenynek, amelyen mintegy 100 játékos lépett dobóállásba. Minden évben megrendezésre kerül ez a verseny. Sokfelé járt már az országba, végre elérkezett hozzánk is. Ehhez minden rendelkezésre áll, ugye egy nagyon jó versenypályája van Nyíregyházának. A Besenyei Hotelben megfelelő szállás is adódik. Nagyon örülünk, megtiszteltetés számunkra, hogy ezt megszervezhetjük. A takarékszövetkezetünk teke csapata az egyik esélyese a versenynek, hagyományosan jó szerepelnek. Több bajnok is van, egyéni bajnok és csapatbajnok is az indulók között. Mennyien érkeztek Nyíregyházára, mennyien lépnek majd dobóállásba? Körülbelül 100 versenyző, 19 csapat. Ugye 4 fős csapatok vannak, van férfi csapat, női csapat és vegyes csapat. A verseny mellett, vagy a versenyen túl milyen hozadéka van egy ilyen rendezvénynek, hiszen két napos rendezvényről van szó? Nagyon fontos, hogy az ország minden területéről érkeznek hozzánk. Én úgy gondolom, hogy megfelelően tudjuk nekik számukra bemutatni Nyíregyházát is, mert a teke egy olyan sportág, miután ledobtak, akkor van módjuk, hogy megnézzék Nyíregyháza nevezetességeit, és úgy gondolom, hogy van mire büszkék lennünk, és mi ezt igyekeztünk is megszervezni számukra. 20 fiatal megyebeli kézilabdázó vett részt a szövetség által szervezett felmérésen Nyíregyházán. Az országos program célja az, hogy kiválasszák azokat a tehetségeket, akik a későbbiekben az utánpótlás válogatottak keretét alkotják.
2004-2005-ös gyerekek, fiúknak az országos szűrése folyik. Ez a mi állomáshelyünk. A megyéből jöttek, Nyírbátorból, Fehérgyarmatról, Kisvádáról és Nyíregyházáról jelölt gyerekek, különböző posztokról. Ez a felmérést végző stáb az egész országban, ők mérik, hogy exakt legyen ugyanaz a stopper, ugyanaz a jelzőbója szerint, ugyanazok a szempontok alapján. Több mint 1000 gyereket fognak fölmérni. Februárban már lehet látni egy olyan 60-as szűkített létszámot, akiket még újra mérnek. Ha ott ők megfeleltet fognak produkálni, ők bekerülnek egy terheléses orvosbiológiai vizsgálatba. Ott a kisujjuktól kezdve a hajszálukig mindent át fognak világítani. Az edző kollégák erről egy exakt szakmai bizonyítványt adnak, és ők képviselhetik tulajdonképpen majdnem 6-7-8 éven át a dominánsan korosztályukat, először serdülőbe, ifibe, juniorba és így tovább. Megyei szakszolgálóként van rálátásod a megye utánpótlására, létszámát tekintve, minőséget tekintve, milyen helyet foglalunk el az országban? Van betekintésem, mert hozzám tartozik még a Hajdú-Biharból a DVSC, irigykedve és mindig nagy vágyakozással megyek oda, mert ott egy beállt, nagyon jól működő rendszer van, érdemes lenne lekoppintani őket. A megyénkben sok gyerek van, de érdekes, hogy a 110-valahány csapat 70% az csak 7-8-9-10 éves kor. Viszont az, hogy ezekből a megkezdett sportoló palántákból lesz-e majd serdülő ifi, hát ez még messze van. Tudom, hogy nagy a csábítás. Tudom, hogy a Dunántúlon rengeteg keletről elszármazott, és a megyéből is elszármazott gyerek van, de valamit lehetne lépni, hisz legközelebb Cegléd és Szegeden van, például férfi élsport. Elviszik a gyerekeket, és ezek jó genetikai adottságúak, nem kell messze menni egy Bodó Ricsi, egy Máté Dominik, egy Borbé Maci, de egy Kecskeméti, Török, Mikita, ezek nemrég még itt pattogtatták a labdát. Változott a világ, régen elég volt, egy gyerek ügyesnek bizonyult, és már lecsaptak rájuk a válogatók. Most milyen ismérvek alapján keresitek a lendő kézilabdázókat? Nagyon sokat változott a sportágunk. Nagyon nehéz sportág. Tehát hangsúlyozom a látogatásaim során, hogy jó populációból válogatunk, és óriási az edző felelőssége. Óriási. Tehát a mi sportágunk nehéz, összetett, bonyolult, nagyon komoly kognitív képességeket igényel, és hát a labdasportágok közül irgalmatlan gyors. Ehhez kell nekünk a sportági idomulásunkat megtalálni edzéseken is. Nem könnyű. Sok edző van nálunk, de a mi sportágunk vállalta azt, hogy megszondáztatta az edzőket, kellett nekik elméletből, gyakorlatban is vizsgázni, és jelenleg is folyik nemzetközi edzőképzés. Aki eltökéli, hogy jó edző szeretne lenni, megoldható, nem feltétlenül kell mindig importálnunk a külföldi szakembereket. Egy országos program keretében mértek most a 13-14 éves kézilabdás srácokat. Milyen képességeket lehet mérni, milyen gyakorlatokkal vizsgáljátok őket? Elsősorban a technikai képességeket nézzük. A labdavezetés, a kapuralövési technikák, a cselezési technikák, kérlek szépen nézzük a védekező alapmozgásoknak a végrehajtását, és utána pedig egy következő fázisban pedig játékkészséget nézünk náluk. Ebben a korban hol tartanak ezek a gyerekek a kézilabda tudást illetően? Én azt gondolom, ez még a tudás megalapozásának az időszaka. Még jelen pillanatban olyan technikákat és olyan taktikákat és olyan felkészítést kapnak, amivel tulajdonképpen a későbbi magasabb szintű technikai, taktikai tudást alapozzuk meg, valamint a játéknak a jártasságát próbáljuk kialakítani náluk. Mi a tapasztalat, akik ebben a korban már oda kerülnek, mondjuk ebbe a 60 fős bőkeretben megragadtak a sportágnál, mindenképpen minden bizonyan nem lesz válogatott, de hány százalékuk maradott a sportág élvonalában? Az eddigi tapasztalatok alapján a főméréseknek a 80%-a ott maradt a sportágban, úgyhogy kluboknál helyezkedett el. Természetesen nem mindenki a válogatott vagy NB1-es szintű kluboknál, de nagy részük ezeknek a gyerekeknek olyan képességek, hogy az első osztálytól a második vonalig szinte azt lehet mondani, hogy korosztályos szinten igénybe lehet őket venni, és képesek jó teljesítményre.
32 csapat részvételével rendezik meg január elején a Kelet-Magyarország Eiszmann-Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. A rendezvényre az ország egész területéről érkeznek majd csapatok. Igazi parkettművészek érkeznek erre a tornára az ország különböző pontjairól, vagy éppen a határon túlról is. Jelen pillanatban most történik a meghirdetés a tornának, de már 17 csapat regisztrálta magát. Tehát az a kérésem, hogy akik szeretnének ezen a tornán elindulni, azok mielőbb tegyék meg, engem a városi stadionba megtalálnak bármikor. Hány csapat indulhat a tornán, és milyen szabályok szerint játszanak majd a csapatok? 32 csapatot tudunk fogadni, és 9 négyes csoportba fogjuk lebonyolítani a tornát, a csoportokba körmérkőzések, utána az első két helyezett jut majd tovább a hatodikai egyenes kieséses döntőbe. A tornának 500 000 forint összdíjazása van, és külön díjakat is kiad a szervezőbizottság, hiszen a torna legjobb kapusa, a legjobb játékosa, és a gólkirály lesz díjazva. Az elmúlt majd másfél évtizeden volt, amikor palánk nélkül játszottak a pályaméretek, a kapumérete változott, most milyenek lesznek a méretek? Igen, a kapumérete az maradt, hiszen a Continental arénába is a 5x2 méteres kapura fogunk játszani, viszont a kézlabda méretű pálya a 20x40-es pályán fognak megmérkőzni a csapatok. Több helyszíne volt ennek a tornának már, hiszen játszottunk a régi buszacsába, aztán játszottunk a Filófoci csarnokba, amikor a felújítás volt a mostani Continental arénába, de most már harmadik éve, hogy ismét visszakerült a torna a Continental arénába, és igazi fényes körülmények között kerül lebonyolításra. Ezért is nagyon szeretnek eljönni a csapatok, hiszen vannak olyan távolról érkezők, akik még soha nem is jártak az ország egyik legszebb sportcsarnokában. Jövő év elején már a 14. Kelet-Magyarország Eiszmann kupát rendezik, ezúttal a Continental arénában, névadóként, támogatóként. Mit várnak ettől a tornától? Továbbra is ugyanazt várjuk, mint az elmúlt időszakban. A 13. rendezvényünk is nagyon-nagyon-nagyon sok nézőt vonzott. Nagyon sokan voltak a vasárnapi döntőkön is. És ugye a 32 csapat, aki indult a versenyen, az nagyon-nagyon-nagyon hamar betelt. Tehát igazából nagy híre van, nagyon kedvelik a sportolók is, a nézők is ezt a rendezvényt, és ezt szeretnénk továbbvinni. Milyen csapattal, milyen reményekkel, esélyekkel indul majd az Eiszmann? Továbbra is saját dolgozókkal indulunk, tehát nálunk ez nem kérdés, mi a saját dolgozóink számára szeretnénk biztosítani lehetőséget, hogyha sportolnak, akkor megmérettethessék magukat. Ez most is továbbra is ugyanígy lesz. A reményeink azért nem túl erősek, de igazából szeretnénk egy jó 3 meccset lejátszani. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!